Megtisztították ma a kecskeméti vadaskertben található szarvas szobrot. Mint kiderült, az alkotásnak nincs nagy baja, nem tört meg sehol, csupán meg kell takarítani. Maga a szobor kiváló állapotban van, felületét borítja némi rárakózott szennyeződés, vízköves rárakódás. Igazából túl sok mindent nem kell csinálni vele, meg kell tisztítani a felületét és egy ilyen optikai helyreállítást csinálni rajta. A szobrot miután restaurálják a szakemberek, el fogják szállítani Budapestre, a vadászati világkiállításra. A kecskeméti vadaskert a létrejöttét az 50 évvel ezelőtti kiállításnak köszönheti. Ezen a vadászkiállításon bemutatott állatokat, illetve a mögöttünk lévő szobrot megkapta Kecskemét városa, és ezekből az állatokból indult ki a kecskeméti vadaskert létrejötte. Most 50 év eltelt, ismét egy vadászati világkiállítást rendez Magyarország, és ennek apropóján a mögöttünk lévő szobrot ismét ki fogják állítani a vadászati világkiállításon. A szarvast csupán 3,5 hónapig kell majd nélkülözzük. November közepén már ismét a méltó helyét foglalja majd el a szobor a kecskeméti vadaskert bejáratánál.